Még ha az egész ország utálná, de hogyha a szüleim szeretnék, akkor mégiscsak nem színész szülők, kit érdekel, anyám meg apám. Iszonyatosan dögös vagy a sorozatban, nagyon-nagyon-nagyon jók a szettek, és gyakorlatilag így egyszer ránéz az ember, így beleégsz a retinájába. Ugye én idősebb vagyok, tehát én már nagyon régóta ismerhetlek téged, én már akkor is felnőtt voltam, amikor még te gyerek színészként jelentél meg, de hogy én nagyon fura módon nem látok nagy változást. Te biztos igen. De hogy nagyon ugyanilyen voltál akkor is, amikor 15-16 évesen először, igen, először megismert téged, hogy akkor már országosan, mert te azzal indítottál. Igen, az volt az első, és nem is azt mondanám, hogy gyerekszínész voltam, mert hogy nagyon sokáig nem engedtek a szüleim, hogy színész legyek. Akkor már gimnazista voltam. Tehát oké, hogy úgy korban még gyereknek számít valaki, de hogy meg kellett várni azt a pontot, amikor már tudom, hogy miről van szó, amikor már engem érdekel. Mert tudod, az egészen más, hogyha mondjuk 5-6 évesen, vagy 8. De ez kifejezetten azért, mert hogy színész família sarja vagy, tehát hogy ők tudták, hogy ez mivel jár, tudták, hogy mi, és azt akarták, hogy te teljesen szuverén módon döntsél így arra, van, hogy téged ez érdekel. Igen, és voltak otthon szövegkönyvek, amik rám vártak, meg hívtak castingra, hívtak szinkronba, színházba, mindenhova, és mondták, hogy nem, majd amikor nagyobb leszek, és amikor tényleg engem érdekel ez a dolog, akkor. 15 évesen már az ember el tudja dönteni, hogy mi érdekli, vagy érdekli-e valami? Mert azért nagy részé még 18 évesen is az ember úgy van vele, hogy kb. Se tudja megmondani, mi szeretne lenni, hogyha nagy lesz. Igen, de én dráma gimibe jelentkeztem. Tehát eleve érdekelt a dolog. Drámát tanultam. Arra voltam szakosodva, és amikor már az ember ezt tanulja, akkor az azt jelenti, hogy kiderül közben, hogy érdekli-e. Tehát én eleve oda felvételiztem. Úgyhogy akkor már megvolt bennem a mag, hogy ez lehet, hogy érdekes lehet számomra, és aztán utána ugye ki is hajtott. Azt mondtad, hogy már akkor hívtak castingokra, amikor még a szüleid azt gondolták, hogy ez nem egy önálló döntés lenne, hogyha elmennél. Az hogy lehet, hogy utánad már akkor érdeklődtek, amikor még gyakorlatilag tényleg ez nagyon sok esélyes volt, hogy ennyire adta magát az, hogy színészek gyereke arra megy, vagy mondjuk figyeltek a kollégák, vagy ismertek téged gyerekkorodból, jártál mondjuk a színházba, vagy akár forgatni. Tehát, hogy mi az, amiért egyből mondjuk megkapsz egy ilyen lehetőséget? Tehát az a kérdés, hogy miért kaphattam ilyen lehetőségeket, amiket aztán visszautasítottunk. Fogalmam nincs. Nem tudom, mert nem láthattak sehol. Tehát nem tudhatták, hogy van-e egyáltalán érzékem ehhez. Nyilván abból indultak ki, hogy színész szülők, hát ha. De castingra hívtak, tehát hogy nem Okay. Igen, de nem tudom, hogy az érdeklődés az miért indult el irányomba. Nyilván ezért, gondolom. Az első olyan film után, ahol azért már nagy közönség megismert, mert ugye ráadásul azért ez azonnal történt. Mit érzékeltél ebből 15-16 évesen? Mit érzékel egy kamasz? Mert azért nem, még messze van az ember ilyenkor a felnőttségtől, attól az érettségtől, hogy fel tudja mérni egyáltalán, hogy hogyan változik meg a külvilág reakciója rá. Igazából az volt számomra érdekes, hogy felismertek az utcán. Manapság szerintem ez egyre ritkább. Túl sok inger éri az embereket. Nem igazán figyelünk, vagy összpontosítunk valamire. Most, hogyha itt valaki egy filmfőszerepet eljátszik, lehet, hogy hetekig, hónapokig egy emberrel nem találkozik, vagy nem megy oda hozzá, ez is lehet. Tehát, hogy én még pont megtapasztalhattam azt, hogy milyen az, amikor az ember egy főszerepet játszik egy mozifilmben, és hogy ekkora szeretetet lehet kapni a közönségtől. És jól érezted magad ebben kamaszként? Voltak árnyoldalai is, például
az akkori osztályomból páran nagyon nehezen, hát drámaosztály, tehát nehezen viselték ezt a helyzetet. Volt, amikor sírtam, amikor igazságtalanul történt valami, de aztán kiderült, hogy ők tévedtek valamiben, és utána hál' Istennek erről tudtunk beszélni. De az, hogyha hirtelen ekkora figyelmet kapsz, ez most érdekes, mert amit most forgattam, abban van egy kamaszlányom. És ő is mondta, hogy nem ez az első sorozat, amiben játszik, és hogy az előző iskolájában azért piszkálták őt rendesen. Valamiért azt gondolják, hogy ha te ezt a szakmát űzöd, akkor biztos, hogy egy beképzelt, nagyképű, szerencsés, egoista, nem tudom ki vagy, akit lehet bántani. És ezzel mondjuk fura volt találkozni. Meg azzal is például, hogy teljesen szét akartak szedni a sajtó. Volt olyan, amikor... Tudtál nyilatkozni? De például 15-16 évesen az ember hogy ad interjút? Volt egy pár videóinterjú, amit még a stáb csinált, amik kimentek, tehát azt ők csinálták. Aha. De nem volt ilyen, hogy teljes szétszedés. Egyszer-kétszer volt interjúfelkérés, vagy fotózás, nyilván megbeszéltem a szüleimmel, oké, mehetsz, stb. De egyszer volt egy olyan, hogy felhívtak egy napilaptól, hogy mondjak valami izgalmasat, ami most velem történt az elmúlt időszakban. És mondtam, hogy hát igazából nincs semmi izgalmas, ami történne. Iskolába járok, tanulok, nincs most semmi. Márpedig kéne, hogy legyen valami, mert neki írniuk kell rólam. És tudod, ezt így 15-16 évesen így azt se tudtam, hogy ez mit jelent, és akkor mondtam, hogy jó, hát befogadtunk egy német juhász kiskutyát, akiről kiderült, hogy diszpláziás, és hogy tenyésztőtől van, és hogy ez szörnyű, hogy ilyen előfordulhat, hogy erre mondjuk a figyelmet fel lehetne hívni. Jó, ez tetszik, ez jó. És másnap mentem hévvel a suliba, és ki volt írva a címlapra, egy borzasztó fotó az apám beájulnából, hogy röplabdázom kb. Így. Ez volt a címlapfotó, hogy Bánsági Ildikó és Gáspár Sándor lányát, Gáspár Katát, kirúgták a Vörös Marti Mihály gimnáziumból. Mi? És így mentem a Vörös Marti Mihály gimnáziumba matek dolgozatot írni. Érted? És akkor így, hogy jutottunk el idáig? Mi és ez kiderült utána, hogy jutottatok el? Vagy hogy jutott el a címírója? Nem. Édesanyám természetesen azonnal felvette a napilappal a kapcsolatot. Amikor így beérkeztél az iskolába, ez ilyenkor így hogy hatsz? Azért egy napilap, egy országos napilapnak így a címlapján lenni, ami ráadásul mégiscsak egy kamasz, egy diáklánynak az iskolájáról szól, az, hogy kirúgtak, utána bemész abba a suliba, valószínűleg a többi gyerek is látta, vagy a többi iskolatársad is látta itt-ott, amott, szóval hogy ez mégiscsak egy ilyen, ezzel nem lehet belelökni egy kamaszt. Ez kegyetlenség volt. Az osztálytársaim reakcióira nem is emlékszem. Uh-huh. Nem volt durva valószínűleg. Anyukám azonnal intézkedett, az újság azt mondta, hogy őket ez nem érdekli továbbá, nem fognak helyreigazítást lehozni, tehát nem fontos számukra, viszont anyukám az osztályfőnökömet, Begzsút felhívta, Isten nyugosztalja, ő már sajnos nem él, és ő volt az, aki egy másik újságnak adott interjút, hogy az én osztályomba jár a Kata, és szó sem volt soha arról, hogy esetleg kirúgnánk. Miért is tennénk? Tehát, hogy egy másik újság leközölte. Szóval voltak ilyen dolgok, csak a nehézségeket kérdeztet, amikkel úgy szembe találtam magam ilyen fiatalon, és azóta is óckodom ezektől a napi lapoktól, akiknek muszáj interjút adni, mert szorosan kapcsolatban állnak sorozatokkal, filmekkel, tehát kötelezően nem írhatom bele a szerződésembe azt, hogy na, nekik biztos, hogy nem. Muszáj. És ezt például mai napig nehezen visem. Ez egy ilyen triggerpont nálam. Az, hogy engem mindig nagyon érdekel az, hogyha egy kislány, vagy egy kisfiú, vagy mondjuk egy kamasz így bekerül a figyelem középpontjába, hogy ez hogy hat rá, hogyan hat a lelkére, hogyan hat a serdülésére. Hogy ezért a kamaszkor eleve egy nagyon, nagyon nehéz ügy adott esetben. Pláne, hogyha ez egy ország előtt zajlik, és mondjuk ilyen
kitett időszakban. Hogy te erre hogy emlékszel, hogy azért te egyszer csak sztár lettél, mert egy közönségfilmben, egy közönség mozifilmben játszani Magyarországon 5 éve ma, 10 éve, sőt még akkor talán még sokkal nagyobb dolog volt. Az biztos. És hogy ott a mozifilm tudott olyan országos ismertséget hozni azonnal, mint mondjuk most egy kereskedelmi tévésorozat akár. Igen. Képzeld el, hogy nem emlékszem a sajton kívül negatív dolgokra. Komolyan. Tehát teljesen normális, hétköznapi tinédzser tudtam maradni. Mentem az iskolába, éltem a kis életemet, de nem volt az, hogy ilyen, mint mondjuk most, hogy ilyen műsorok, meg el kell menni ide-oda, tehát hogy nem volt ilyen, hanem megcsináltam a dolgomat, és mivel nagyon fiatal voltam, ezért nem voltam szétszedve. Tehát ez teljesen, nem tudom, természetes volt, hogy utána nekem már azokkal a velejárókkal, amik most vannak, nem kellett foglalkoznom. Megcsináltam a dolgomat, azt ők tökre szerették, és jött a következő munka. És ilyenkor, ebben a korban, ahogyan tovább egy színésznőnek, nem tudom, hogy színésznőként gondoltál-e magadra? Nem. Én tényleg állatorvos akartam lenni, vagy tengerbiológus, pszichológus, és végeztünk a filmmel, és még mindig ezt gondoltam. És aztán így eltelt fél év, eltelt egy év, és elkezdett hiányozni. Baromira, hogy van valami, a színészet, ami mindenemet leköti. Az idegrendszeremet, a lelkemet, tehát hogy akkor már nagyon hiányzott. Tehát, hogy kellett valószínűleg ez a munka ahhoz, hogy ez kiderüljön, hogy nekem ehhez közöm van, vagy hogy én ezt nem tudnám elengedni. Úgyhogy ez ilyen szempontból nagyon jó volt. De meg tudtam maradni tinédzsernek, és szerintem manapság nem ilyen egyszerű megmaradni annak, mint ez akkor volt. Igen, tehát hogy nem volt az nálunk, mint mondjuk a Macaulay Culkinéknél, vagy az Olsoni Cracknél, tehát nem itt Magyarországon, de hogy semmi. Nem. Igen, én erre azt szoktam mondani, hogy az, aki azt mondja ismert emberként, hogy egyszerűen nem tudtam, mondjuk pláne manapság, amikor már az újságok közel nem olyanok, mint mondjuk 10 éve voltak, muszáj volt, mert egyébként ez már nincs. Tehát ő már semmi nem muszáj. Azt tartasz titokban, és úgy véded a saját életedet, meg a magánszférádat, ahogy akarod. Nagyon sok cuccot hoztál viszont. Igen, mert takarítottam, és nem volt idő. Találtál egy csomó cuccot? Nem, csak hogy nem volt időm arra, tudod, hogy most ilyen kis cuki is, minkesbe kiválogassam. De nem is kell, engem minden érdekel. Ez így néz ki. Egyébként ez a színházas szütyőm. Külön van a színházas szütyő? Igen, mert azért ez nehéz, ezekkel embert lehetne ölni. Tehát, hogy azért ezeket nem szeretem cipelni, és akkor általában az van, hogy ez a gyűjtő, és akkor ebbe vannak a színházas sminkek. De néha van, amikor ebből is kell valami, vagy onnan ide, szóval így most megfogtam mindent is, elhoztam. A színésznek nagyon sokszor minden ilyen rózsaszín elképzelés ellenére magukat sminkelik a színházban. Persze. Igen, de szerintem nagyon sokan, ezt mindig, amikor színésznő jön hozzánk, elmondja, de erre még mindig nagyon sokan rácsodálkoznak. Valahogy mindenki azt gondolja, hogy a sztárokat mindig kisminkelik. Egyébként, ha jól tudom, akkor az operettben sminkesek is dolgoznak. A többi színházban nem vagyok biztos. Nem. Hogy a színészünk nagy része azt mondja, hogy ő magát sminkeli. Igen, és egyébként ezen tökre meg szoktak lepődni az emberek, de hogy nyilván, hogyha valami extra mesedarab van, és nem tudom, akkor kifestik őket, tehát azért nem lehet elvárni mondjuk egy férfitól, hogy fessen egy állatot az arcára, tehát hogy azt nem lehet. Ez azt is jelenti, hogy nektek valamennyire az alapokat mindenképpen meg kell tanulni, még akkor is, hogyha egyébként maga a sminkelés nem érdekel. Nem tudom, hogy neked így mondjuk kamaszkorodhoz képest hogyan alakult a viszonyod. Sehogy. Sehogy? Sehogy. Én annyira utálok sminkelni. Nekem ez egy, tényleg? Nekem ez egy nyűg, ez egy plusz probléma. Én ezt nem szeretem, nem is tudok sminkelni. Tehát, hogy nem. Nyilván az, hogy ha olyan szerep van, amiben akkor aztán... Akkor köszi, hogy eljöttél külön. De hogy ha olyan szerep van, mert volt olyan, ahol füstös szem, átmenetet kell. Bementem 2 órával hamarabb, és próbálkoztam, tudod, amikor fülpucival
tehát az egyik szemem az nagyobb lett, a másik is, tehát hogy próbálkoztam, és nyilván be tudom gyakorolni az adott előadásnak a sminkjét. De alapvetően én csodálkozom, van egy barátnőm, színésznő, a Kovács Gyopár, úgy tud sminkelni, hogy nem hiszem el. Van egy előadásunk, a Chaplinnek a Nagyvárosi Fények című előadása a Játékszínben, fekete-fehér az előadás, fekete-fehér a díszlet, a smink, a jelmez, minden, tehát fekete-fehérre kell sminkelni. Nekem nem kell, hogy wow legyen a sminkem, mert én fekaboxolótól elkezdve, pisilős kutyán keresztül, újságárus kisfiún át, én minden vagyok, tehát nekem nem lehet olyan húha, de nagyon női és szexi az arcom, hiszen férfi karaktereket is játszom. Viszont a Gyopinak, ő a vak virágárus lány, úgy néz ki, mint egy festmény. Tehát én még ilyet nem láttam. Tehát neki van érzéke hozzá, ő ezt szereti csinálni, irigylem. Én kézzel, lábbal, ujjal, mindennel festek. Most a sorozatban, renitásban ez hogy volt? Hát nem, hogyha sminkelnek, akkor természetesen akkor azt türelemmel, szeretettel, azt végig várom és ülöm. De nem, magamat nem. Mondtam neked az elején, hogy annyira így beleég az emberbe az, ahogy most kinézel a sorozatban. De nyilván ez is volt. Egy kicsit egyébként a Bandi, az El Bandi feleség. Nekünk is pontosan. A Peggy Bandi. Igen. És hogy ezek a szettek is, én egyébként imádom, tehát ezek a latex cuccok színesben ilyen, szerintem a legszexibb női ruhák az egész világon. Hogy ebbe például hogy érzed magad? Van olyan... Mert amikor idejöttél, hát látszik, hogy nem ez a style amúgy. Van akkora szerencsém, hogy tényleg olyan karaktereket szoktak rámosztani általában, ami nagyon szélsőséges. Volt a 200... Ez szerencse? Szerintem igen. Volt a 200 első randi, amiben egy molett lányt játszottam, és innentől idáig ki voltam tömve. De mint egy szumós ruha, úgy kell elképzelni. És hát mondtam, hogy gyerekek, tök mindegy, mit adtok rám, jó az. Hiszen nem az én testem, tehát nem zavart. És láttam, hogy a kolléganőim természetesen nézték magukat a tükörben, hogy ú, ez egy kicsit bő, ez egy kicsit szűk, ez a fazon nem áll jól. Én meg úgy voltam vele, hogy azt adtok rám, amit akartok, hát van alattam ilyen vastag tömeg, nyugodtan. Itt meg azt éreztem a renitensnél, hogy annyira elborult agya van öltözködésileg a csajnak, hogy igen, még a rózsaszín szívecskés plüssöt is adjátok. Tehát, hogy ha hozzátartozik a karakterhez, hogy fura vagy sok, akkor az jöhet bármennyire. Tehát, hogy akkor nem azt nézem egyébként, hogy nekem mi az, ami jól áll. Nem, hát ez a csaj, ez így kell, hogy kinézzen, akkor még. Mondjuk ennek a karakternek szerintem így a koronája a nagy vörös hajad. Tehát, hogy ez gyakorlatilag így lesz egy ilyen tökéletes egész, és amikor megjöttél, engem ez már nagyon régóta foglalkoztatott, hogy vajon eredetileg milyen szín a hajad, és mennyire vörös. Én azt hittem már egy ideje, hogy te tényleg ilyen vörös hajú vagy. Nem, nekem ez a... De én a filmekben így szoktalak téged látni. Mert ha forgatok, vöröset kérnek. És ez az Apám beájulna óta van így. Hogy igen, én azért mondom, hogy ahányszor azóta látlak, én mindig vörös hajjal látlak. Igen, egy-két és film volt. És minden forgatásra mindig ugyanazt a vöröset befested aztán, vagy befestik neked, és de azért, mert te vagy a vörös hajú színész? Valószínűleg vagy... igen, miközben nekem egy ilyen közép semmilyen barna... Szóval, hogy igazából barna vagy legalább. Egy közép semmilyen barna vagyok. Tehát, hogy igazából a szomszédlány barna. Tehát, hogy az a barna. Igen, igen, igen. És akkor az Apám beájulnában... De ez hogy lett először ez a vörös? Tehát így, az Apám beájulnában eleve egy vörös mondták, csaj van megírva. Vörös csaj, hogy vörös csaj volt eredetileg. És akkor a derékig érő hajamat összegumizták, levágták, előreugrott a kis rövid hajam, befestették vörösre, és így azt néztem, hogy Atya úristen, ez borzasztó. És mivel, hogy zöld a szemem, fehér a bőröm, egyébként nem fehér a bőröm, mert baromira le tudok barnulni, tehát hogy iszonyat... Nem, fehér bőrűnek csak hogy nem tudom, de hogy... De annyira a színeid, ez a vörös haj, tehát annyira oké azzal, amilyen színű egyébként vagy, hogy én azért ettem meg ezt nagy kanállal. Hát, de egyébként ez változik, mert minden filmben vagy sorozatban más árnyalatot választanak. Tehát a 200 első randiban egy picit szőkésvörös volt a hajam. A Tündérkertben
ott pirosas volt a hajam, ami ilyen nagyon rikító. Tehát amikor befestették először, és előre ugrott a piros hajam, akkor így az volt, hogy úristen, bohóc vagyok. De közben meg nyilván a képen nem így nézett ki. Itt meg ez egy ilyen picit ilyen narancsosabb vörös, és akkor ezek váltakoznak. Attól függ, hogy melyik produkció milyen árnyalatot szeretne, akkor a fodrászom ezt úgy csinálja meg. De volt, amikor befejeztem egy forgatást, és lenövesztettem a hajamat. És jött egy telefon, hogy ugye vörös vagy még? Nem, de ez változhat. Oké. Okay. Akkor leforgattam a Tündérkertet, jött a Renitens casting. Imádjuk a vörös hajadat. Csak lehetne egy kicsit... Jó, tehát itt már például be se festettem barnára. Tehát, hogy már minek? Volt, tehát, hogy annyit jó, nem akarom annyira szívatni különleges, szegény. Meg annyira kevés embernek ennyire passzoló, meg ennyire azonos minden színével, hogy nyilvánvalóan persze ezt használják. Na, pakolj ki nekem. Jó, de egyébként meg, hogyha lebarnulok... Tök natúr, abban maradtunk, az hogy az valami az. Nagyon natúr csinálsz, mert hogy... Nem fogsz csalódni. Mint ahogy mondtad, hogy igazából a sminkelés az nem az álmai időtöltése. Igen, és csak visszatérve, ha lebarnulok, nem áll jól a vörös, szóval. De ha forgatok, nem barnulhatok, szóval. Mert eredetileg tényleg az igazi vörösök ilyen szép fehér, tejfehér bőrűek. Igen, most mondjam, hogy szereted egyébként? Van. Micsodát? Ezt a, tehát, hogy ezzel egyébként így boldogan érsz? Tehát amikor megkérik, hogy újra fesd be vörösre, az ilyen, nem már, megint ez kell, mert ezt szeretik, mert ez a legkülönlegesebb, vagy pedig azt mondod, hogy tök jó, mert ez ugyanúgy már a részem mostanra. Hát igazából én szeretem, amikor barna vagyok, mert akkor meg más szerepek találnak meg színházban. Finomabb karakterek, mélyebb karakterek. Aha. Tehát, hogy a vörös az annyira harsány és annyira rikító, és olyan sokszor volt már Marcel hullámom, vörös rúzsom, fekete-fehér nemű tűsarkú. Semmihez ez nem lehet jobban sminkelni egyébként, mint egy ilyen jó kis vörös hajhoz. Hát igen. Igen. Most nem fogok kenni magamra piros rúst, mert most fölösleges. Közben mondjam, hogy miket szedek ki, vagy teljesen igen, fölösleges. De. Na, igazából az van, hogy van egy korrektorom, amit a szemem alá szoktam tenni. Általában az ez egy L'Oréal, mindenki nyugodjon meg fogjuk mutatni. Jó. Hogy az van, hogy mindenki azt hiszi, hogy baromi fáradt vagyok. Miközben ez, amikor itt ezek a táskák vannak, ez genetika. Uh-huh. Tehát, hogy ez nem a fáradtság miatt van, hanem így születtem. És kipihenten is ott vannak. Persze, ez mindig ott van. Volt olyan címlap, amikor ezt kiretusálták az egészet, és ránéztem a címlap, és na, ez biztos, hogy nem én vagyok. És mondom, mi a bajom ezzel? Hát, hogy ez nem volt ott. Igen. És visszakéred ilyenkor egyébként? Hát, hogyha lehet, akkor igen. De amikor már nem lehet, akkor jó, most persze. Persze. Tehát, hogy én nem szoktam ezzel, hogy azt szedjétek ki. Maximum, hogyha látom, hogy egy hatalmas pattanás van az arcomon, akkor szólok, hogy azt légyci. De szóval, hogy korrektort szoktam használni, természetesen van púderem, és nagyjából ennyi az alap, amit kap az arcom. Van a szemöldökömre egy ilyen fésű. Egy barna szemceruza, az passzol a szemszínemhez. Szempillaspirál és pirosító. Nagyjából ennyi. Ja, meg hát egyébként highlighter. Felteszem, mert mindenki felteszi. De azért teszem fel, mert persze, mindenki. Persze, mert úgy nézem. Valaki ide is tesz, az nekem nem tetszik. Ide a szemzugba lehet néha betenni, az mondjuk néha jól néz ki, de amikor túllövök a célon, akkor így hú, ez nem jó. Tehát, hogy meg ide is. Amikor most csak így összmész a városba. Igen, most azt fogom nektek megmutatni. Akkor szoktál? Tehát akkor azért valamit mindig felraksz, hogy pedig igazából annyira nem érdekel ez az egész, hogy elindulsz reggel, és hogyha nem az van, hogy jó eséllyel valahol meg kell jelenni, vagy valami fontosabb ebéd, akkor el is engeded. Igazából az van, hogy én elengedem ezt a dolgot, de ilyenkor, amikor mondjuk egy új sorozat, vagy egy új film jön ki, akkor azért egy minimálisat felszoktam tenni, mert előfordul, amikor odajön valaki hozzám, hogy az unokám úgy szereti a sorozatot, egy fotót fénykép, lehetne. Aha. És már láttam pár fotót az interneten magamról, ahogy a metróban állok, fúj a szél, és csinálok egy ilyet, mondom, akkor legalább legyen valami szemem. Tehát, hogy ezt igazából azért csinálom, hogy ne riogassam az embereket, utólag sem, de alapvetően nem érdekel, szóval nem. Hoztam egy kis hajpántot, ezt otthon szoktam az arcápolási rutinomhoz, hogy a frufru, ugye? Mert azért az is fontos. Tehát, hogy így azért le lehet törölni az arcodat. Mert hogy ezt is elhoztam, hogy
sminkelés előtt azért egy kicsi rendet kell azt tennem. Azt mondtad a telefonban, hogy Ilcsis vagy. Ilcsis vagyok. Képzeld el, megkeresett engem az Ilcsi nagyjából egy-másfél évvel ezelőtt, és ezzel most csak letörlöm az arcomat, a port. Nagyjából egy évvel ezelőtt megkerestek, hogy szeretnék, hogyha Ilcsi lány lennék, és reklámoznám őket. És mondtam, hogy ennek semmi akadálya, amennyiben nekem beválik az Ilcsi. De akkor még nem használtál Ilcsit. Nem. És akkor kaptam tőlük egy csomagot, és egy hónapig kipróbálhattam, hogy tényleg jót tesz-e a bőrömnek. És mikor ez megtörtént, akkor visszahívtam őket, hogy ez nekem tetszik. És akkor viszont így már szívesen reklámozom őket. És akkor ez meg már a tonik. És akkor ez megtörtént, és hónapokon keresztül, Istenem, borzasztóan néz ki itt a bőröm. Úgy sajnálom, beteg voltam egy hétig. De... Tudom. Na mindegy, csak ezt például lesminkelni szerintem iszonyat nehéz. Na majd megpróbálom. Szóval, hogy, és akkor hónapokon keresztül, most itt valami kiütött, gyerekek? Nem tudom, mi történt velem. Valamitől vörös lett a nyakam. Na mindegy. Szóval, hogy hónapokon keresztül reklámoztam őket, és aztán lejárt a szerződésünk, de maradt a Ilcs is. Amúgy ezt keresed például a bőrápolásban, ezeket a natúr természetes cuccokat? Tehát ez például fontos neked, nem tudom, táplálkozásban, kozmetikumban? Azért volt fontos, mert én az Ilcsi előtt másik terméket használtam, és azt éreztem, hogyha megmosom az arcomat, mert azért valljuk be, elő szokott fordulni az, hogy a kádban fürdök, és lemosom az arcomat, és nem kenem azonnal utána bekrémmel, hogy elkezdett kiszáradni az arcom azonnal. És amióta az Ilcsit használom, azóta nincs ilyen. Uh-huh. Tehát egyszerűen nem ordít a bőröm, hogy száraz, hanem kap annyi hidratálást, hogy szerintem egy napot is kibírna nélküle. És ez volt az a pont, amikor azt éreztem, hogy ebben tényleg olyan dolgok lehetnek, amik alapvetően táplálják a bőrömet. És nem, ha nem használom fél órán keresztül, akkor tehát ilyen nem fordulhat elő. És mi a helyzet a színházi, meg a mondjuk az ilyen strammabb tévésminkekkel, amiben mondjuk reggel felteszik, és töltesz 13-14-15 órát adott esetben? Nagyon mázlista vagyok alapvetően a bőrömmel, ami most kicsit sem látszik rajta. De tehát hogy kibírja a bőröm valahogy ezeket a hosszas forgatásokat. Nem szokott pattanásom lenni, nem szoktak kiütéseim lenni, tehát hogy nem, valahogy kibírja. Utána természetesen, ahogy befejezem a forgatást, azonnal tönkre megy a bőröm, pszichoszomatikusan szerintem. Igen, tehát vége van, és akkor azt mondja, hogy eddig összeszorítottam a fogamat, fél lábon álltam, és akkor most én jövök? Így van. Tehát akkor tönkre megy. Szóval, de nagyon büszke vagyok rá, és mindig megdicsérem, hogy köszönöm szépen. Tehát, hogy nem megy tönkre. Ezt így volt, amikor kézzel csináltam, de láttam, hogy ecsettel azért jóval többre lehet menni. Úgyhogy ez meg nem szedi le annyira, mint a kezem, úgyhogy ezt azért most már megpróbáltam beépíteni a sminkelési rutinomba, hogy a korrektort szépen fel tudjam valahogy tenni, de látod, nem megy teljesen, tehát jó, meg most nézel is, érted? Nem nézlek. Nem, nyugodtan nézed csak. Na most ezt, nézzen, próbáljuk ki. Inkább azon aggódom, hogy nehogy csípje, vagy még jobban szárítsa, vagy kiszárítsa. Hát most akkor is kipróbálom. Jó, mert csak... gondolj bele, egy hete fújjam az orromat, kenem körömvirággal, ha már natúr kozmetikum. A popsi krém is tök jó egyébként. De nézd, nem olyan rossz. Tök jó. Aha. Nem vészes. Hogy volt az evolúciója a te színész karrierednek akkor, amikor az apám beájulna után fél évvel azt érezted, hogy ez neked hiányzik, és neked ezzel dolgod van?
Mármint, hogy minek hogy volt így az evolúció, hogy milyen hát, érzések? Igen, hogy... meg hogy amikor jött a következő, hogy egyáltalán mi az, amikor ez benned annyira megszilárdult, hogy mondjuk azt tudtad mondani, mert az ember 15 évesen nyilván egy csomószor mást képzel, vagy másban érzi jól magát, vagy mondjuk más a vágyálma a felnőtt életéről, mint aztán mondjuk 25 évesen. Mikor volt az, amikor ez megszilárdult, és azt tudtad mondani, hogy egy életen keresztül ezt akarod csinálni? Tehát egyszerűen egész ez a te utad, amit egyébként nem jelöltek ki a színész szüleid számodra, biztos, hogy van valamiféle lázadás is ilyenkor, hogy én nem leszek az, ami a szüleim. Biztos, pont... persze. És hogy pályán maradtál? Én azt gondolom, hogy nagyon sokat segítettek, és adtak hozzá ezekhez a dolgokhoz a kudarcaim. Biztos vagyok benne. Mert ugye azt gondolhattam én, és talán valahol gondoltam is, hogy mire eljutottam a színművészeti felvételig, addig én már túl voltam X filmem. Tehát azért már azért voltak nagy játékfilmek, meg volt talán sorozat is. Te már úgy mentél felvételizni, hogy bőven országosan ismert voltál, és nem az volt, hogy egy filmben te gyerekszereplő voltál, hanem több, tehát te tényleg nagy mozifilmekben játszottál folyamatosan. Így van. És akkor nyilván úgy mentem oda, hogy na hát, itt vagyok, akkor ez most... Biztos voltál benne, hogy ez rendben lesz? Nagyon izgultam a felvételi előtt, nem tudtam, hogy mire számíthatok. De azért hittem abban, hogy ha ennyit dolgozom, akkor talán azért dolgozom ennyit, mert talán tetszik, amit csinálok. Tehát ilyen szempontból visszaigazolást már kaptam, hogy azért tudok én valamit csinálni. És ott lefagytam. Teljesen lefagytam. Aha. De... fura dolog, mert nagyon sok tanár már sajnos nem is él, akik ott voltak a felvételimen. A tanárok, a felvételiztető tanárok ismertek egyébként? Tehát amikor bementél, akkor ők tudták, hogy te egy folyamatosan nagy produkciókban játszol, egyébként meg egy nagyon-nagyon erős családi háttérből érkezel. Nem tudom, hogy ez számít, vagy ez neked rossz, vagy nehezítés volt, hogy tudták, hogy nagyon ismert színművészek a szüleid, Hogy ezt az ember inkább el akarja titkolni, vagy eltitkolni nem lehet. Vagy mi a jó, vagy nem tudom, egyetem, nem is eltitkolni, hanem hogy mi a te vágyad, hogy ez azért egy kicsit lehet, hogy számít, de azt mondod, hogy te nem akarod, hogy számítson, csak azt számítson, hogy te milyen vagy. Bennem ez volt, hogy én nem akartam, hogy összehasonlítsanak a szüleimmel. Tehát ez volt az alap terv. Ja, bocs, csak mutatom, látod? Tehát én kézzel sminkelek egy ilyen pici, szinte semmit. De megkaptad egyébként például akár a felvételin? Vagy nem voltak mondjuk akár epés megjegyzések, hogy jó, neked könnyű, vagy neked könnyű Figyelj, lesz? Figyelj, az történt, hogy bementem, és az első tanár, aki volt egy ének kör, kapásból azt mondta, hogy szervusz Ildikó. Szerintem ez hiba volt. Tehát így nem lehet köszönteni valakit, hogy szervusz Ildikó. És az egyik korrepetitor mondta, hogy ő a Kata. Tehát ez például egy kellemetlen... De gondolom, nem véletlenül kevert össze édesanyjával. Szerintem de. Tényleg? Szerintem, de abszolút véletlenül. Vagy az volt benne, hogy annyira várta azt, hogy na most jön a gyerek, hogy véletlenül kicsúszott belőle ez a dolog. Nem láttam semmi szándékosságot rajta, de ez nekem akkor nem segített. Illetve akarva akaratlanul is, egyszerűen előrébb húzzák a széket. Előrébb húzták a széket. Mert hogy kíváncsiak Igen. arra, hogy két ennyire ismert és ennyire sikeres színésznek a gyereke. Igen. Szerinted egyébként szigorúbbak veled általában? Szerintem igen. Vagy megengedőbbek pont azért, mert a szüleidet nagyon kedvelik, és azért, mert valóban csodálatos hát színészek. Ezt most már nem tapasztalom és nem is nézem, de amikor kezdtem ezt az egészet, akkor sokkal jobban figyeltek. Ezerszer jobban, mint bárki másra, és akkor ez például frusztrált és nagyon zavart.
És a szüleid hogy viszonyultak ehhez? Mert nyilván azért nekik is nehéz, tökre szurkolnak, azt akarják, hogy alanyi jogon legyél sikeres, de hát azért a saját sikereikre büszkék, és ráadásul ők is azért nagyon-nagyon népszerűek, tehát országosan ismertek, hogy azért ez egy szülőnek sem lehetem könnyű, hogy... Nem, de én nagyon makacs gyerek voltam, iszonyatosan makacs voltam is. De nem nagyon látok közös, nem láttam soha ilyen nagy közös családi címlapokat például. A színész családban nyilván pedig adta magát, hát biztos vagy benne, hogy szinte mindenki akart a Nőklapjától kezdve az összes magazinig egy olyan címlapot, ahol ott vagytok együtt, ahol több generáció sikeres színészek. Igen, színészen. De mi ezt nem szerettük ez volna. Ez menő amúgy. De mi ezt nem szerettük volna, és aztán később... Te vagy sem. A szüleid? Az elején a szüleim nem szerették volna. Nem szerették volna ezt a... Szerették volna egy kicsit a magánéletüket megtartani maguknak, tudod? Tehát, hogy nem így a kirakatban. És aztán a későbbiekben meg én voltam úgy, hogy én meg nem szeretném, hogyha a szüleimmel hasonlítanának folyton össze, és nem szeretném, hogyha mindenki onnan ismerne engem, hogy jaj, ő nem a izének, meg a izének a lánya. Érted? Hanem szerettem volna. De kikerülhető ez? Nehezen, de... Tehát szerint... most még például interjúban én is most felhozom, pedig abszolút alanyi jogon téged hívtalak meg, és rád vagyok kíváncsi, de mégis felmerül, mert hogyha több generáción keresztül ennyire sokat tehetség, ráadásul ugyanabban a szegmensben, akkor azért az egy kuriózum. Igen, de azt gondolom, hogy ha vannak felkérések, ezeket vissza tudjuk kedvesen utasítani. Azzal nincsen semmi baj, ha mondjuk együtt dolgoznánk, és annak kapcsán szeretnének velünk interjút csinálni. Az például nem merült fel soha? Tehát nem volt olyan produkció, ahol együtt tudtatok volna? Én játszottam anyukámmal, együtt a Magyar Színházban, amikor még ott voltam társulati tag, ő volt a meghívott vendég. És én meg ugye tagként kaptam egy szerepet. És milyen volt? Hát figyelj, fura volt, de a fura mellett jó is volt, mert hozott nekem mindig ebédet. Meg tudtunk tudod trécselni, hogy kivel mi van. Tehát végül is jó volt. De hát színpadon együtt lenni volt, azt hiszem, hogy egy közös jelenetünk. Én voltam a cselédlány, hosszú út az éjszakában előadás volt, és volt benne egy olyan, hogy már iszogatunk, és kocintunk. És akkor az volt anyukámnak konkrétan a szövege, hogy kislányom. De ez volt a szövegben benne. Hát figyelj, azért voltak előadások, amikor taps is volt, vagy kacagás, vagy... Tehát voltak ilyen fura helyzetek. Apukámmal meg volt olyan film, amiben együtt játszottunk, de nem egy jelenetben. Szóval ilyen előfordult. És például, amikor most láttam, hogy az első adást, a renitensnek az első adását, az baráti körben... Igen. Nézted. A csajokkal. Igen, a csajokkal, akikkel ugye együtt játszol. Igen. Na most nézem, most jön a turpiseng, semmi értelme, de ezért felteszem. Mindegy. Persze. Mindenki használ highlightet. De minek? Nem maradj ki a buliból, mert szépen megcsillant tőle az arcson. Hogy például ilyenkor otthon gondolom, hogy a szüleid is leülnek. Hát most csak én arra gondolok, hogy a gyerekem játszon egy kereskedelmi tévében egy sorozatban, ahol ő a címszereplő, ahol gyakorlatilag az ő arca van az összes plakáton, hát ugye akkora ilyen hatalmas falakon láttalak a városba, hogy persze az ember leül és nézi a gyerekét. Igen. Hogy amikor lemegy az első rész, akkor így összecsörögtök? Vagy ilyenkor mi történik? Igen, tehát itt az van, hogy amikor, mert a sorozat ugye fent van az RTL Pluszon is, és akkor már ott hamarabb láttál? Nem, hát úgy volt, hogy én kint voltam édesanyámnál. Végignézte az elsőt csöndben, de néha nevetett, és akkor így, hát tudod, én is izgulok, nyilván ő is izgul. Ő azért izgul, hogy jónak lássa a dolgot, amiben benne vagyok. Én meg azért izgulok, hogy úristen, ő vajon mit tett, szóval, hogy ez keresztizgulás. És jó, de olyan szép ez, tényleg, annyira csodálatos. És akkor tudod, így feltettem a kérdést, hogy van még egy rész, hogy megnézed? Persze!
persze. És akkor megnézte a második részt is, és ő nem olyan, aki azonnal mondja, neki idő kell. És akkor ott aludtam, felkeltem másnap, és jutott eszébe egy csomó minden, hogy az izé mennyire jó volt, izé, tehát hogy tudtunk erről beszélni, és megnézte vasárnap is a tévében, és apukám is megnézte, és felhívott telefonon, tehát szóval, hogy nézik, amikor csak tudják, úgyhogy elég cukik, és nagyon tetszett nekik, és ez annyira jó, ez annyira megnyugtató. Megmondják azt is, hogyha valami nem tetszik. Én is megmondhatom nekik, tehát, hogy azért ez működik. De azért nagyon-nagyon fontos, hogy még ha az egész ország utálná, de hogyha a szüleim szeretnék, akkor mégiscsak nem színész szülők, kit érdekel, anyám meg apám. Persze, tehát, hogy... persze, úgyis ez a lényeg. És milyen volt a csajokkal nézni? Hát, izgultam ott is, és azért már egy kicsit proszekóztunk. Igen. Persze, tehát azért már iszogattunk, és elkezdődött a sori. Hát előtte pont a Dia nyitott ki egy proszekót, és szétspiccelt. Igen. Szétspiccelt. Vele is együtt játszott. Igen. Együtt is öltözöm vele. Tehát szétspiccelt mindenhova a proszekó, akkor kicsit takarítottunk. Akkor ment a sori, kinyitottunk még egy, hát nagyon sokan voltunk, és akkor meg én nyitottam ki, akkor is szétspiccelt, tehát hogy az egész egy ilyen kaotikus, vidám, minden, röhögtek a csajok, így láttam, hogy a Kárpáti Rebeka így néha így kivonta magát a társaságból, és így az asztalra, tudod, így rákönyökölt, és így nézte, annyira akarta nem csak élvezni, hanem úgy megérteni, tudod, a szálakat. Egészen elképesztő, hogy ki, hogy nézte a dolgot, és utána olyan boldogok voltak, és annyira jókat dumáltunk utána. És büszkék, nem? Tehát, hogy itt azért van egy nagyon jó közösség a színházban nektek. Igen, tehát nekem megvannak a régről megmaradt legjobb barátnőim, és azt gondolom, hogy a diáék, meg az új hullám, akiket meg most ismertem meg pár éve, vagy pár hónapja, és nagyon szoros barátság alakult ki közöttünk. És azt hiszem, hogy kölcsönösen büszkék lehetünk egymásra. Tényleg minden egyes csaj annyira rendben van. Ja, a lehetőség azért... Bocsánat, közben elkészültem, úgyhogy most már itt... És annyira gyönyörű volt, hogy fie, ez valami... Tehát ez most nem piros rúzs, ez most... Annyira szép, hogy... Kézzel! Nem, olyan vagy, mint egy festmény. De aranyos, köszönöm. Egyre kevesebb a lehetőség azért. Sok színésznővel volt alkalmam beszélgetni, interjút csinálni. Azok, akik mondjuk nincsenek leszerződve, és állandó ugye, színházba, hogy gyakorlatilag máról holnap nagyon-nagyon tehetséges, nagyon klassz fiatal csajok, egyre kevesebb film forog, ami mondjuk szóba kerül, kereskedelmi tévésorozat is annyi van, amennyi van, tehát hogy abszolút limitált az, hogy lesz-e folytatás, az ugye nézettségem múlik, meg még nagyon sok minden máson. És azt látom, hogy amennyire egy ilyen idealizált dolog volt a színésznőnek lenni, és egy ilyen tök jó, ilyen éteri köd vette körül ezt a dolgot, hogy tulajdonképpen mostanra az egyik legkiszámíthatatlanabb, legbizonytalanabb, és legnehezebb kenyér lett. Ez iszonyatosan szomorú dolog. De így van neked is? Tehát, hogy te is így éled? Abszolút. Én nem tudom, hogy vagy mikor jutottunk el idáig, hogy ekkora bajban vagyunk. Illetve vannak sejtéseim, meg vannak korszakok, meg stb. De alapvetően az, hogy a kultúra az mindig nagyon fontos volt. És most azt látom, hogy most ez annyira nem fontos. Vagy azt látom például, hogy bárkinek a neve alá kiírható az, hogy színész. Ez is olyan fura, tudod? És nem azt kérdőjelezem meg, hogy ő színésznek tartja-e magát, vagy ez is, tudod, egy olyan nehéz dolog, hogy valaki nem végzett színművészetit, és akkor mi van? Fantasztikusan tehetséges, csodálatos színész. Tehát, hogy mi a színész mérő? Hogy lehet mérni azt, hogy ki a színész? Tehát, hogy ez is egy nehéz dolog. És akkor most, ha mi sem tudjuk meghatározni feltétlen, hogy ki számít színésznek, akkor a nézők hogy tudnák? Nagyon sok celeb lett, nagyon sok híresség lett. Össze lehet keverni a kettőt.
bárki bármit kommentelhet rólunk, akármit, miközben mi nem vagyunk celebek. Tehát, hogy nem, tehát, hogy tudod, az egész nem, ilyen... Nem lesz, nem a celebekhez sorolják az országosan ismert, még hogyha akár egy műsorvezető, akár egy színésznő, hogyha ott van mondjuk a kereskedelmi tévé, ott van azoknak a bulvármagazinoknak az oldalain, amik igazán ismerté teszik, akkor ez azért most már így nagyon összemosodik. Hiába van mögötte egy szakmaiság, vagy hiába van mögötte egy valós hivatás. Meg tudod, azt gondolják nagyon sokan, nem mindenki, de nagyon sokan azt gondolják, hogy bohóckodunk. Hogy bohóckodunk? Ez, hát az, hogy hát ezeknek megy, ezek hülyéskednek. És nem tudják azt, hogy mondjuk 55 napon keresztül napi 14 órát valamivel foglalkozni, valamikor az ember éjjel egykor kell, valamikor 2:20-kor, valamikor 3:35-kor, valami, tehát hogy össze-vissza van, tehát nincs egy fix beosztás, nem tudsz közben más csinálni, csak ezt csinálod, hazamész egy iszonyatosan fárasztó nap után, leülsz, tanulod a szöveget másnapra, felkészülsz rá, gondolataid vannak, azokat leírod, lejegyzeteled, másnap mész, ott vagy, megcsinálják a sminkedet, a hajadat, na erre is már nyilván azt mondanák, hogy örüljön neki, megcsinálják a sminkét meg a haját. Nem, ezekhez is fegyelem kell, ez is egy olyan dolog, ami egy vele járó dolga, de hogy közben meg azt is szoktam mondani, hogy egy ilyen forgatásban az is nehéz számomra, hogy folyton macerálnak. És ez a macerálás, ez egy tök aranyos, kedves dolog, mert mindenkinek dolgoznia kell kvázi rajtam, de hogy nekem beszélnem kell azzal az emberrel, aki elvisz a forgatásra, aki engem ott átvesz, a sminkessel, a hajassal, az öltöztetővel, az operatőrrel, a rendezővel, az asszisztenssel, mindenkivel kommunikálnod kell folyamatosan. Tehát ez is baromi fárasztó tud lenni, miközben mindenkit tökre bírsz, kedvelsz, csak hogy folyamatosan osztod a figyelmedet, és akkor jönnek, hogy javítás, mikroport, elemcsere, öltöztessük át, stb. Tehát olyan hullafáradt az ember már egy nap végén, és akkor erre azt lehet mondani, hogy hülyéskednek és bohóckodnak. Na most nyilván elenyésző ez a fajta komment, csak hogy nem is azt mondom, hogy becsülni, vagy tisztelni kell, vagy bármi ilyesmi, de hogy ezt a fajtaságot, hogy a színész hogy ment át egy olyan helyzetbe, hogy bármikor bántható és kommentelhető. Ja, de és hát ez mindenkire vonatkozik, aki mondjuk nyilvánosság elé lép. Igen, de hogy azért lépsz nyilvánosság elé, mert ez a munkád. Nem tesznek különbséget. Na ez az, tehát ez benne az érdekes, hogy ez hogy fordulhat elő, és csak azért beszélek, bocsánat, erről ennyire sokat, mert van olyan barátnőm, akit szana szétszedtek. Úgy, hogy semmit nem csinált, nem is mondott semmit. Tehát nehéz az, hogy színésznő vagy, és tulajdonképpen bármilyen platformon, bárhogyan kikezdhetnek téged. Amikor beszéltünk telefonon, akkor olyan érdekes volt, annyira megütött a fülem, hogy azt mondtad, hogy oké, mondjuk Hollywoodban, hogyha egy színész akár csak eljátszik egy nap filmet, és szexin néz felfele egy űrhajóra, akkor gyakorlatilag egy-két filmen megcsinálja az életét. Így van. És most arra gondolok, hogy anyagilag. Azért az emberek fejében van ezzel kapcsolatban is szerintem egy nagyon nagy tévedés, hogy annyi pénzt kerestek, hogy nem tudtok vele mit csinálni. Persze. És hogy egy életen át ez kitart, és aki játszik 2-3 filmben, meg híres színész lesz, annak gyakorlatilag már nincs is tulajdonképpen semmi dolga, csak a saját örömére játszogat. Én most pont az egyik kedves barátom mondta el a Színházi Gázsikat, és én rettenetesen meglepődtem, hogy mennyiért játszik egy színész. És tudod, hogyha erről beszélünk, bocsáss meg, akkor meg szintén az jön rá az, hogy jaj, elmehet buszvezetőnek, vagy menjen el kapálni. Jó, de én ehhez értek, én ezt tanultam, én ezt szeretném csinálni, és én ezért akarok tenni valamit, és tényleg, rengeteg embernek nincs szerződése színházhoz. Igen, és ez rengeteg ez ember nem tud szinkronizálni. Mivel akkor, hogyha mondjuk egy évig nincsen munkád, vagy mondjuk 2 évig nincsen munkád, most nem jön mondjuk egy film, vagy nem jön egy sorozat, ami én azt szoktam csinálni, sok hogy ha forgatok, akkor megpróbálok egy vésztartalékot félretenni. Ha baj van, akkor az ember nyilván feléli.
De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy én ebből tudnék venni egy autót, egy lakást, egy házat. Tehát nem erről van szó. Meg hát folyamatosan, ha úgy van, akkor én napi 8-10 órát, attól függ, hogy mennyi a munka, szinkronizálok. Mellette a színházban játszom. És hogyha jön egy forgatás, akkor meg azt csinálom. Tehát nekem nincs fix bevételem, mert hogy én sem vagyok társulatnál. Tehát nekem sincs anyaszínházam. És vágynék rá, és én is szeretném, csak még nem tudom, hogy hol van az a hely, ahol igazán jól érezném magam, szakmailag, emberileg. Meg a Covid óta ez egy kicsit bonyolultabb, mert előtte mászkáltunk. Egyik színház, másik színház. És úgy bezártak a színházak, teljesen érthető, hogy egymásra voltak utalva. És azóta valahogy én nem látom ezt a nagy átmászkálást. Azóta egy kicsit, mint hogyha zártabb rendszerek lennének. Ami nem baj, és szerintem ez lazulni fog. És meg is értem, csak nyilván nekem is az lenne a célom, hogy egy jó kis színháznál, egy jó társulatba bekerülni. Például egy ilyen sorozat, mint a Renitens, ami sikeres, lehet látni, hogy nagyon szeretik a nézők, nézik az első epizódtól kezdve, hozzátesz ahhoz, vagy segíthet abba, hogy mondjuk egy színháznál el tudjál állandottaként helyezkedni? Hogy nem. Mondjuk a neved jobban beviszi az embereket, mert ismernek, mert ott ültek, és nem tudom hány százezren látták. Nem tudom, ez nehéz kérdés, mert én a játékszínben játszom, és borzasztóan szeretem azt a helyet. Neki sajnos nincs társulata. Tehát ott például az a baj, hogy ott nincs társulat. És engem akkor hívott a Bank Tamás oda, amikor éppen nem történt velem semmi extra dolog. Pedig az egy magánszínház, tehát megtehette volna azt, hogy olyan embert hív, aki éppen a tévében van, mégis engem választott. És ez egy annyira jó érzés volt. Mert nyilván van színházi múltam, tehát hogy nyilván tudta, hogy dolgozom, vagy mire vagyok én képes, és azóta már volt újabb bemutatóm is nála. És az, hogy jön a sorozat, az nyilván neki tök jól jön. Persze. És nyilván imádja azt, hogy szeret minket a közönség, ez neki nagyon fontos, de hogy nála például nem volt ilyen dolog. Hogyha tudtad volna, hogy ez mennyire nehéz pálya, és tényleg én is, amikor veletek beszélgetek, akkor mindig akkor tisztul ki ez a kép, meg akkor csodálkozom erre minden alkalommal rá, akkor is azt gondoltad volna, hogy ez a te utad, hogyha tudod, hogy ez mennyire nehéz, meg kiszámíthatatlan, illetve te a 15 éves lányodnak azt mondanád, hogy Uzsdi, csináld, ez egy jó élet. Figyelj, ehhez a szakmához egy olyan elhivatottság kell, amit nem nagyon látok más szakmában. Biztos, hogy van ilyen, de én inkább azt mondom, hogy ha baj van, akkor tudok más csinálni. De ahogy jön egy lehetőség, és velem szeretnék csinálni, akkor igent mondok és csinálom. Nem tudnék ettől megválni. Annyira fontos, annyira mély, annyira embert próbáló, és közben mégiscsak feltöltő dolog ez, hogy nem tudnék mit csinálni, és valószínűleg a 15 éves lányommal se tudnék mit csinálni. Kicsinek tartanám ehhez, nyilván megpróbálnám azt mondani, hogy végezz el egy másik egyetemet is, próbálj meg két lábon állni, majd meglátod, hogy milyen ez. De tudom belül, hogyha ez az, ami téged megfogott, nem tudsz mit csinálni. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve kommenteljetek, hogyha van bármilyen hozzáfűzni valótok, de a legfontosabb az, hogy iratkozzatok fel.